Sajnálom, hogy ma itt kell lennünk, de a decemberi sajtótájékoztatón utáni napon ezt a szerződésajánlatot kaptam a Magyar Úszó Szövetségtől. Szerintem ezzel csak el akart hallgatni a szövetség. A pénzt elvileg a felkészülésemre adnák, de a szerződésben egyetlen kikötés van. Vegyek részt a 2017-es világbajnokság promóciójában. Ugyanúgy, ahogy augusztus óta, ehhez kötött egy Elpás Tamás a felkészülésemhez szükséges alapfeltételek biztosítását, hogy részt veszek a világbajnokság népszerűsítésében. Tehát ugyanott tartunk, mint az előző sajtótájékoztatóban. Még mindig úgy érzem, hogy az eredményeim már kiérdemeltem ezt a támogatást, és nem kéne ezt további követelésekhez kapcsolni. Ezért nem írom alá ezt a szerződést. De egy valamit tisztázzunk, ez egy nagyon nagy összeg, sokkal több, mint amit korábban a szövetség a felkészülésemre fordított, de én a decemberi sajtótájékoztatómon nem pénzt kértem. Nem az volt a célom, hogy a saját bankszámlám növekedjen. Azt kértem, hogy a szövetség végezze a munkáját. Ezt a pénzt, amit ajánlottak, fordítsák az elméleti és technikai háttér fejlesztésére, ami biztosítja minden úszó folyamatos fejlődését. Ne elégedjenek meg a jelenlegi helyzettel. Próbáljunk meg folyamatosan fejlődni. Itt álltam előttetek két hete és elmondtam, mit kértem a szövetségtől, amivel fejleszthetném az edzésmunkámat és a regenerációs rutinomat. Ezeket azért kértem, mert a rengeteg edzés és verseny mellett nekem már nem jut időm arra, hogy a legújabb futatásokat bújjam. Ez a szövetség feladata lenne, az elméleti és technikai háttér biztosítása, követni a legújabb trendeket. A kéréseim egy sporttudományos szekció kialakításának alapját képezhetnék a szövetségen belül. Így nem csak én profitálnék az egészből, hanem a pályafutásom során szerzett tudás és tapasztalat sokkal nagyobb értéket jelenthetne a következő generációnak, mint a pénz, amit ebbe belefektetnénk most. A szövetség azonban az erőfeszítéseket megspórolva inkább az egyszerűbb utat választotta. 12 millió forintot ajánlotta. Gerfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a sajtótájékoztatón után azt nyilatkozta, hogy én vagyok a világ legjobb úszója, azt viszont nem váratom el a szövetségtől, hogy olyan magasságba emelkedjenek, mint ahol én vagyok. Itt nem az én elvárásaimról van szó, hanem a kötelességről, a felelősségről, amivel a szövetség tartozik minden egyes dolgozójának, partnerének, szponzorának és leginkább az úszóknak. Mindenhol vannak hibák, de az én kérésem, hogy a szövetség ne elégedjen meg a jelenlegi helyzettel. Most mindent rábíznak a versenyzőkre és edzőikre, hogy hozzák az eredményeket. Nem csak arról nincs szó, hogy sportszakmai tervünk nincs, hogyan léphetnénk előre, hanem azt sem tudják, hogyan maradhatunk meg ezen a szinten. Az elmúlt 3 évben üres ígéreteket kaptam, semmi valós változás nem történt. A világversenyeken ugyan jó eredményeket értünk el, én mégis azon töprengem, tényleg ez volt a legtöbb, amit kihozhattunk magunkból? Én sok úszót láttam, aki úgy hagyta abba az úszást több mint 10 év után, hogy nem is tudta, mit hozhatott volna ki magából, és hogy megérte-e ennyi időt a sportba fektetnie. Ez egyszerűen elfogadhatatlan számomra. A szövetség vezetői igenis számoljanak el vele, hogy mit tettek le az asztalra. Hány úszónak kell még felszólalnia, mielőtt önvizsgálatot tartanának és megnézik, hogy kinek milyen szerep van a sikereinkben. Hány úszónak kell kockára tennie mindent azért, hogy végre pozitív irányú változás következzen be. Én megteltem, ezért úgy döntöttem, felállok és elmondom a véleményem, vállalom a következményeket. A legutóbbi sajtótájékoztatómat követően én és a legsikeresebb úszóink mind kaptunk egy szerződésajánlatot egy jelentős összegről. Hogyan hibáztathatnám őket, hogy az esetlegesen elérhető változások helyett a biztos 2-12 millió forint közötti összeget választották. Az elmúlt 2 hétben csak arról szóltak a cikkek, hogy milyen konkrét kéréseim voltak, és Gyárfás Tamás hogyan próbálta őket teljesíteni. Pedig a hangsúly nem ezen volt. Felnyílt a szemem, a rendszer nem működik.
Ha ilyen egyszerű fejlesztéseket sem kapunk meg, akkor hogyan leszünk jobbak? Én nem öltözőszekrényt kértem, hanem egy helységet, ahol elvégezhetem a regeneráló rutinomat. Nem kamerát kértem, ami felveszi az úszásomat és visszanézhetem, hanem egy mozgáselemző szoftvert. Ezek a próbálkozások is azt bizonyítják, hogy nem értjük egymást. Az elmúlt két napban először Kis László szövetségi kapitány, majd Gyárfás Tamás a szövetség elnöke is azt nyilatkozta, hogy ők kerestek engem és nyitottak a párbeszédre. Gyárfás Tamás december 28-án, 6 nappal a sajtótájékoztatón után keresett meg először. Küldött egy SMS-t, amit rajtam kívül egy bulvárlap újságírójának is átküldött. Viszont abban igazat adok Gyárfás Tamásnak, ennek az adókapoknak nincs értelme. Úgy érzem, ha őszintén meg akart volna velem beszélni a dolgokat, akkor nem egy újság címlapján akarta volna lefolytatni a párbeszédet. Kis László pedig először hétfőn, egy órával azelőtt csörgetett meg, hogy az MTI-ben megjelent vele a készült interjú. Egyébként a sajtótájékoztató óta Magyarországon vagyok, és december 28-a óta a Komjádiban edzem szinte minden nap. Sokan mondták, hogy ne álljak ki másodszor is, mert ezzel öngyilkosságot követek el. Sokkal többet veszíthetek, mint amit nyerhetek. Azt mondták, legyek önző, csak azzal foglalkozzak, hogy nekem mi a legjobb. Én viszont bátran kiállok amellett, amiben hiszek. Az a filozófiám, hogy törekedjünk jobbra. Feszegessük a határainkat. Legyünk egy picivel jobbak ma, mint tegnap voltunk. És holnap legyünk még jobbak. Ha ehhez az szükséges, hogy felvállalom a véleményemet és elviselem a támadásokat, én megteszem. Továbbra is imádom Magyarországot, az országot fogom képviselni és itt fogok készülni. A véleményem nem változik, szerintem lehetnék jobbak, de én egyedül nem tudok egy rendszert megváltoztatni. Ha más nem hisz abban, hogy ezek a változások megszülethetnek, és igenis lehetünk jobbak, akkor továbbra is csak arra a munkára fogok koncentrálni, amit 3 éve edzőmmel és férjemmel Sintuszában elkezdtünk. Köszönöm.